a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, évközi 12. vasárnapot ünnepeljük. A Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban, ő ünnepeljük. Könyörögjünk!
Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak, gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. Azon a napon olyan gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimon gyásza Megiddó mezején, amikor megsiratták Józsiás királyt. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Jézus Krisztusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, és az ígéret szerint örökösök. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte, hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt, az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte, az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Mert aki mindenáron meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt. Ezek az evangéliumi igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, a mai evangélium nyomán felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon hogyan fogalmazzuk meg mi önmagunk számára, ki nekünk Krisztus. A prédikációt követően egy csend, egy percnyi csendben maradjunk még majd ülve, és erről elmélkedjünk. De nézzük most az Úr Jézus evangéliumához milyen gondolatok kapcsolódhatnak. Először is az Úr Jézus a mai evangéliumot megelőzően már egy csodák sorozata után van. Az apostolok és a tanítványok látták a csodákat, és már tudják, hogy Krisztusban isteni erő működik. Amikor Jézus egyedül imádkozott, és tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük, idézem az evangéliumot, kinek tartanak engem az emberek. Most egy visszapillantás következik, hogy ki kinek tartja Jézust a Szentírás tanúsága szerint. Az Atya szava hallatszott Jézus megkeresztelkedésekor, ez az én szeretett fiam, benne kedvem telik, őt hallgassátok. Szűz Mária hittel és bizalommal fogadta az angyal híradását. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és fiad nagy lesz, a magasságbeli fiának fogják majd hívni. Amikor Szűz Mária és Szent József Jézus 40 napos korában felmentek a jeruzsálemi templomba, és bemutatták Jézust, az ag Simeon karjára vette őt, és azt mondta, ez a gyermek sokak számára jel lesz, amelynek ellene mondanak. Ugyanakkor az Úr fölkentjének nevezte Jézust. Keresztelő Szent János olyan nagynak tartotta Jézust, hogy magát méltatlannak ítélte arra, hogy a saruját, Jézus saruját utána vigye. Ez a szolgáknak volt a feladata annak az időben, abban az időben. Szent Péter az Isten fölkentjének vallotta Jézust. Emlékezzünk arra, ezt megelőzően a csodálatos halfogásnál, Szent Péter apostol bűnbánó lélekkel Jézus lába elé borult, és azt mondta, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Testvéreim,
sorolhatjuk még a különböző hitvallásokat, melyeket a Szentírásban felfedezhetünk. Összefoglalóan csak így fogalmazom meg. Jézus a vaknak fény volt, a bénának gyógyító, a bűnösöknek irgalom, a lelkileg éhezőknek magvető, a gyengéknek erő, a gazdagoknak szegény, a szegényeknek gazdag, s végül ő volt a bárányt kereső jó pásztor. Ő volt a keresztre feszített és feltámadott. Milyen gazdag színskálát mutat Jézus személye. Különböző hitvallások, a róla mondottak, ha egymás mellé tesszük, hasonlóan meg a templomnak mozaikjához gyönyörű képet mutatnak. Az Úr Jézus mégsem akarta ezt hirtelen felvillantani az emberek előtt, hiszen az ember fokozatosan tud csak megbarátkozni valakivel, fokozatosan tudja megismerni őt, nem lehet egyszerre egy kézfogással barátságot kötni életre szólóan. Az isteni pedagógia megnyilvánulása ez. Ha úgy tetszik, gyönyörű mozaikokhoz kapcsolódó gondolattal, csak ilyen kis részleteiben mindig fölvillantott valamit az ő istenségéből és emberségéből. François Mauriac, a Nobel-díjas francia író vallotta, ha nem ismertem volna meg Krisztust, Isten számomra üres, értelmetlen szó lenne. Ha Krisztus nem mondta volna, mi atyánk, önmagamtól sohasem tudtam volna fiú érzelmeket lobbantani magamban. Krisztusban összpontosul az emberi élet értelme. Ha nem hinnék egy meghatározott ember szavának, aki Augustus császár uralkodása alatt született, és Tibériás császár idején szenvedett kereszthalált, idézem Mauriacot, az egyház hierarchiája, fegyelme, liturgiája, elveszítenék szépségüket számomra. Testvéreim, mi is együtt vallhatjuk Péter apostollal, én Uram, te benned bízom. Krisztus előtt a 6. században élt Zakariás próféta, sok más próféta, neki is az volt a hivatása, hogy vigasztalja és megnyugtassa a választott nép tagjait, akik annyira sokat szenvedtek. A Szentlélek működéséről szól ószövetségi módon, és ezt olvassuk nála. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljonak a bűntől és a tisztátalanságtól. Csak az elcsigázott ember tudja igazán, mit jelent a pihenés. Csak a forrás vízre szomjas ember tudja igazán, mit jelent az üdítő víz. Csak a gyógyult ember tudja, milyen fontos számára a gyógyító, az orvos. Szent Bernát, Clairvaux apátja mondta egyszer Istenről, nyugodalmas Isten mindent nyugodtá tud tenni, olyan, mint egy tükörsima óceán. Aquinói Szent Tamás pedig az Isten ember kapcsolatát egy fához hasonlította. Istennek úgy kell beregyökereződni a mi szívünkbe, vagy talán fordítva, ez egy titok, nekünk kellene úgy belegyökereződnünk Istenbe, Isten jelenlétébe, mint ahogyan a fa belegyökerezik a földbe. Testvéreim, a mai evangéliumhoz kapcsolódóan mi is valljuk meg, hogy Krisztus a fölkent,
az Isten fia, és ezt ne csak a most csendet követő hitvallással tegyük, hanem a következő héten életünkkel, ha úgy tetszik, szavainkkal is. Most pedig következik az átgondolás csendes perce. Most pedig mindannyian felállunk, és valljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben. Imádkozzunk, testvéreim, hogy Jézus Krisztus követve szívesen vállaljuk mindennapi életünk keresztjeit. Add meg egyházad pásztorainak, hogy a lelkek üdvösségéért türelmesen hordozzák kötelességük keresztjét. Add, hogy a népek felelős vezetői szüntelenül fáradozzanak az igazságtalanság és a nyomor megszüntetésén. Add, hogy a betegek áldozatkészen vállalják szenvedésüket a maguk és mások örök boldogságáért. Add, hogy soha ne zúgolódjunk életünk keresztje miatt, hanem felismerjük benne a te szent akaratodat. Add, hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával segítsük embertársaink kereszthordozását. Mindenható mennyei atyánk, szent fiadat sem kímélted meg a szenvedéstől és a kereszttől. Add kegyelmedet, hogy keresztjeink türelmes viselésével erősegítsük a magunk és mások örök üdvösségét, Krisztus, ami Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el szent fiad engesztelő és dicsérő áldozatát, hogy annak erejéből megtisztulva szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk néked, mert nekünk adtad fiadat Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal és a szentekkel együtt fölséged dicséretét zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiválképp most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket. Magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a szenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kín szenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe,
és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, és légy irgalmas minden megholdhoz, akinek hitét csak te ismered, támaszd fel őt a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és a vértanúkkal, Szent Imrével, Szent angyalokkal és minden szenttel együtt, Urunk Jézus Krisztus, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, ami a mennyekben van, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő, életadó testével. Szalészi Szent Ferenc. Édes Jézus, tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek. Égő vágyjal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak tőled. Amen. Thank you.
Könyörögjünk! Tested és véred áldott tápláléka megújít minket, Urunk! Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Hirdetjük a kedves testvéreknek, június 26-án vasárnap 17 órakor lesz a közösségi házban az irodalmi klub. Téma Berzsenyi Dániel. Felolvasással jelentkezni a vasárnapi szentmiség után szokott módon lehet. Minden érdeklődött szeretettel várunk. Főpásztorunk névnapja június 29-én szerdán Szent Péter és Pál apostolok ünnepén lesz. Ekkor ünnepli Erdő Péter bíboros atya a névnapját, foglaljuk imádságba főpásztorunkat. A főapostolok egyúttal média alapítványunk védőszentje is, Isten áldását kérjük hitéleti média szolgálatunkra. Egy évvel ezelőtt ezen az ünnepen indult el a plébániai keretek között az interneten az Apostol TV. Szeretettel ajánljuk minden kedves testvérünknek www.apostoltv.hu. László atya névnapja június 27-én hétfő lesz. Tip László atya név ünnepe. Délután 17 órai szentmisért a plébános esperes atya Károly atya fog misézni. Zarándoklat a Fatimába lehetőség. Június 15 és 25 közötti időben Fatima Lourdes Santiago de Compostela útvonalon zarándoklatot vezet Szederkényi Károly esperes atya. Távollétébe a lelkipásztori szolgálatban dr. Fügedi Antal Levente mezőbikácsi plébános helyettesíti. Plébánia idei zarándoklatai, az idén még 3 plébániai zarándoklatot terveznük, közösségi szervezésben, illetve a Julianus Tours és a Royal Tours utazás irodákkal. Az utak során Márko Iván Rupnik atya mozaikjait is láthatják. Az első ilyen zarándoklat Krakkóba augusztus 31-től szeptember 3-áig 4 napos út autóbusszal. A második San Giovanni Rotondóba, Szent Pio atya kegyhelyéhez hálaadó zarándoklat a templom szentelésért október 10-től 14-ig 5 nap repülővel és autóbusszal. És a harmadik pedig Szentföld november 14-től 19-ig 6 nap repülővel és autóbusszal. A részletes programról és utazási feltételekről a Porta szolgálatnál lehet érdeklődni, vagy a honlapon tájékozódni. A templom hajójának bal oldalára kerül a magyarság űrangyalának mozaikja. Ennek a nemzeti jelképnek elkészítéséhez az esperes atya gyűjtést hirdetett. Szeretettel várja és kéri a pénzadományokat határon belülről és határól túlról egyaránt. Plébániai telefonon vagy e-mailben lehet adományozó csekket igényelni. A persejgyűjtés összege a pénzszámolók jelentése szerint a múlt vasárnapon összesen 91.590 forint volt. Isten fizesse meg! Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, járjatok békével. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten,
te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen. Könyörög érettünk, könyörög érettünk, könyörög érettünk, könyörögjetek érettünk, könyörögjetek érettünk.